mélypont az hát sokak számára nehezen megkerülhető, viszont onnan már csak két fele van út, az egyik a Tepsibe vezet, a másik meg a józanság irányába. És azt hiszem, hogy ez a mélypont nekem megvolt 2000 őszén, 2001 januárjában. Ez egy 3 hónapos folyamatos részegség volt. Szóval arról is, hogy akár az orrcseppekre is rá lehet szokni. Egy olyan fiatal nő van most a telefonvonalban, aki viszont egy ideig a hashajtóktól függött. Búza Zsuskát köszöntöm. Szervusz, Zsuska! Sziasztok! Szia, Gabi! Szia! Talán ezt nagyon kevesen gondolják, hogy ez egy valóságos probléma, tehát hogy a nők többsége ezt bizony használja rendszeresen. Mikor jöttél rá, hogy te függő vagy? Hát igazából nekem gyerekkorom óta problémás volt a vécére menetel, tehát nekem egész kicsi korom óta volt problémám a székeléssel, és van egy gyógyíthatatlan betegségem, az endometriózist, erről már beszéltetek több ízben. Igen. És ehhez kapcsolódóan is volt vele problémám. Körülbelül egy olyan, hát 3 éve használom úgy, hogy már nem nagyon tudok kihagyni nagyon 2 napnál többet úgy, hogy ne használjam a szert. Ez már, bocsáss meg Zsuska, maradj itt velünk, ez már függőség. Hát de azt gondolom, hogy a történet lehet, hogy itt egy, talán picit máshol szól, hiszen egy betegségbe való kapaszkodás a kiindulás. Igen. Ugyanakkor ugye itt a gyerekkorban nem volt endometriózis. A gyerekkor az valószínűleg arról szólt, hogy olyan családban nőhetett föl, ahol ez mondjuk nem volt téma. Tehát mondjuk azt azért nem... Szóval pontosan ez a dolog az, és elnézést, lehet, hogy nem biztos, hogy mindig EU-konform módon fogom magam kifejezni, de ez egy olyan életműködésünk, arról nem nagyon szoktunk beszélni. Igen. Szóval nem kérdezzük meg reggel itt egymást a munkát, hogy te azt, hogy miért támad egyet? Szóval, hogy egy ilyen kályhacső, vagy kicsi bogyó, vagy volt-e hasmenésed, és így tovább, és erről nem beszélünk. Igen. Beszélünk arról, hogy jaj, most nem vagyok jól, mert menstruálok, meg fáj a fél, meg ilyesmi, de erről nem. Pedig az, hogy nem vagyok jól, abban ez nagyon erősen hát benne van. Hát hogyne, hát alapvetően, és ugye lehet, hogy a család is olyan volt, hogy ez a téma ez nem volt elől, és hogy akkor a WC-re menetel és a WC-ajtó bezárása az egy ilyen fétis tárgy volt, és ettől a pillanattól kezdve, ugye már maga, főleg vidéken, ha valaki ott nő föl, főleg még a régi budis időszakban, hogy amikor a fiatal lány, ha arra ment, ott volt a budi, akkor ő csak oda mehetett, az olyan szégyenérzetet keltett tulajdonképpen benne, és inkább akkor nem evett, nem jót, egy csomó patológiás folyamat beindult, és akkor amíg ön durmol, dolgozik a darmol, ugye, és akkor ezt hetente egyszer megpróbálta. De ez ennél sokkal komolyabb dolog ám, mint gondolod, mert a nőknek ráadásul ez hiúsági kérdés, tehát nem csak arról van szó, nem Zsuska, tehát ez nem csak egyszerűen arról szól, hogy borzasztó diszkomfort érzés. Hát csak egy dolgot jeleznék meg, hogy a mi családunkban soha nem volt a kakilás téma tabu, sőt, próbáltunk minél többet beszélni róla, és nagyon aktívan részt vettek a szüleim abban, hogy ez a dolog megoldódjon. Tehát a szó nem hajtotta meg, ezt szeretném mondani. De nem, hát ez tényleg így van, hogy erről muszáj beszélni. Hát. Nem, nekem konkrétan kiskoromban volt, hogy az anyukám is bejött, és próbált ösztönözni, és várta, hogy... Tehát nem volt ezzel kapcsolatban probléma. És a kamaszkor? Kamaszkor, tényleg. Tehát kisgyereknél, most a 4 éves gyerek ül a WC-n, és nyomjad, kisfiam, nyomjad, és akkor erre szemben, stb. Az oké. Okay. És utána megünnepeltük. Így van. A gyertya nem volt a tetejében. A kamaszkor az igazság, hogy azzal kapcsolatban például nincsenek ilyen nagyon-nagyon éles emlékeim, hogy a székrekedés akkor mennyire játszott szerepet, viszont az endometriózis akkor még nem tudtuk, hogy az. Az a része az ugye megjelent, és az azzal járó folyamatos fájdalom, rosszul lét. Teltség érzet nyilván, hát az oda már plusz... Igen, puffadás. Azért hadd mondjak még valami ennél sokkal egyszerűbb dolgot. Abba, ahogy mi már élünk, és ezt nem szeretem ezt a közhelyet használni, de a tempóról beszéljünk egy kicsit, ott nem akkor történnek a dolgok, amikor kellene, hanem akkor kell, hogy történjenek a dolgok, amikor annak ottan van a helye.
nevezetesen pont van 5 perc az embernek, hogy elmenjen vécére, még éppen reggel vagy és eléri a tehát, hogy nincs ideje meg annak, aminek meg kéne történnie. Ettől valahogy be kéne osztanunk, az, hogy beosszuk, az rajtunk múlik, tehát mit csinál az ember? Bevesz valamit, amit ő tudja, hogy nálam 7 óra múlva, 6 óra múlva, 8 óra múlva, akkor pont reggel 7-re esik, akkor már 7 óra 10-kor már akár a buszon is ülhetek. Igen. Tehát, hogy ennek van egy őrületes, igen, csak mi van, hogyha hamarabb? Vagy később? És már a buszon is ülhetek. Igen. Ez... Hát ez ki kell, ne arra, hogy egy igazán profi ezt kiszámolja. Ez persze, ezt ki tudja számolni, csak az a baj, hogy a gyógyszerek azok nem mindig úgy hatnak, hogy elindítom a stoppert, és akkor 7 óra múlva nyitom az ajtót, lezutyanok, és már mehet is a dolog. De hogyha az embernek van egy kis rendszeresség az életében, akkor ez is úgy rendszeresen működik. És hát gondolj bele egy ilyen rendes dohányos, cigarettázó, ugye kávézó, kávé. A reggeli első cigi, első kávé, második cigi, WC. Gyakorlatilag így a függőségi lánc egybeépül. Már meg is van. És már meg is van, igen. És utána működik is tovább tulajdonképpen. Viszont kávé és cigi nélkül nem tud elmenni a WC-re, ha bár ennek igazándiból kémiai jelentősége nincs, ez jóval inkább egy megszokás. Ez az egész történet. Zsuska, mondta valaki neked, hogy egyébként mi van akkor, ha valaki nem tudom, 20 évig ugyanígy él, mint te? Tehát van ennek következménye, és aztán majd a Gábort is kérdezem, de nem mondjuk te tudod-e, hogyha mostantól mindig hashajton fogsz élni, akkor mi a prognózis? Mondta, mert én az ismert szaktekintélyeknél, belgyógyászoknál, gasztroenterológusoknál már mind voltam, és már mindenkivel végigjátszottuk. Tehát mindenki pontosan tudja azt, hogy a szigma-bél szakasznál van nekem ez a probléma. Ez ugye a végbél előtti utolsó szakasz, ahova nekem folyamatosan besül a székletem, az emésztésemet vizsgálták, nincs emésztési vagy perisztaltikai probléma. Konkrétan itt a szigma-bél csavarodásánál van egy stop, és nagyjából mindenki azt mondta, hogy meg kell találnom azt a szert, ami nálam működik, mert ez bennem maradhat. Ugye én két olyan műtétem is volt, ami majdnem, hogy bélcsavarodáshoz vezetett, tehát ezzel a részével tisztában voltam, hogyha nem jön ki, mi a baj. Az, hogy mindenféle ásványi anyag kiürül folyamatosan a szervezetből, hogy a bélbolyhok tönkre mennek, ezt is elmondták. Zsuska, nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen, minden jót neked. Szívesen. De ennek van ugye egy másik oka is, a hashajtó függésnek, és akkor tényleg ez az utolsó kör, hogy ezt hiúsági okokból is használják a nők. Igen, mert azt gondolja, hogy attól ő fogyni fog. Igen. De aztán fölmerül a kérdés, mennyire táplálkozunk helyesen, mennyit mozgunk, milyen mennyi rost anyagot viszünk be a szervezetünkbe, és ez általában főként ugye ott a változás kora körül lévő a 40 pluszos hölgyeknél, ez bizony-bizony nem ritkán okoz problémát, hiszen hogy renyhébbé válik a bérműködés, főleg a változás korában, ha még ráadásul cipel egy kis új felesleget, ugye akkor jön az értelmetlen fogyókúra, ami nem racionálisan működik, és ettől a pillanattól kezdve megint odaértél, hogy úristen, 3 napja nem voltam, beveszi, akkor hús pucolódás, és akkor áll a mérlegre, hó, fogytam 2 kilót, egy nagy túrót. De aznapra igen. Hát aznapra igen, de másnapra az gyakorlatilag ugyanaz. Egy napot megoldott, de jól viccelünk, de megint a nőkhöz jutottunk vissza, hogy a nők, vagy azt érzem, hogy ezekben a függőségekben, nem tudom, hogy az alkohollal hogy állunk, de ott se vidámak a számok, ha jól tudom. 250 ezer a női, és a 800 ezerből a többi a hímnemű. De teljesen más a társadalmi megítélése. Wow. Egy férfi alkoholista, arra azt mondjuk, hogy egy nőre? Zeus összes villám, hogy és a kocsma 90%-a hímekből áll, vagy a 10%-a női varú, mert az a spájz alkoholista. Hogyne, az mutyiba iszik. Így van. Ez mutyiba iszik. De a leszokásnál például, tehát akik eljutnak a falig és elmennek, ott a nők vagy a férfiak száma nagyobb? Te most így visszagondolok a saját munkámra, én azt látom, hogy nagyjából kiegyenlített a nemek aránya, ami azt is jelenti, hogy a nők hajlamosabbak segítséget kérni. Tehát a nők egészségtudatosságát én fejlettebbnek, jobbnak érzem, mint a férfiakét. A férfiaknál nagyobb baj kell, hogy legyen ahhoz, hogy segítséget kérjenek. A nők nem mindig mennek el a falig. Általában korábban észlelik, hogy valami nem gömbölyű az ivásukkal. Meg nehezen nyilván titkolni, nem? Talán a tükör. A tükör, hát az abszolút. Hát a kis táska, igen. A kis borvirág, a kis pergamenszerű bőr, a kis puffadás. Egy pasi meg azt mondja. És tendenciájában még azt is kimerem mondani, hogy kicsit fegyelmezettebb betegek, igen, mint a férfiak. A nők. Igen.
A már stúdióban ülő vendégeimmel ellentétben viszont sokan még akkor sem akarnak gyógyszert szedni, amikor valóban szükség lenne rá. Az alvás specialista szerint csak a két véglet létezik. Ha vagy visszaélünk a gyógyszerekkel, vagy teljesen elutasítjuk a pirulákat, Horváth Ágnes következik. Nézzük, hogy hogy függ össze az alvással ez a probléma. Tehát a kialvatlanság okoz egy csomó problémát, amire különböző gyógyszereket szednek, vagy a kialvatlanságuk miatt egyszer csak elkezdenek csak altatót szedni? Tehát hogy halmozódnak a gyógyszerek? Hát a gyógyszerek úgy halmozódnak, hogy minél több orvoshoz megyünk, vagy minél több féléhez egyre többet begyűjtünk, illetve hát amikor megjelenik a tolerancia, ugye a 0-25-ös kiszedelésű, kimondhatatlan nevű gyógyszertől, akkor elkezd szedni, vagy emeli a dózis, vagy elkezd hozzávenni valami mást. Uh-huh. Illetve hát maga a kialvatlanság az a megágy az egy csomó más mentális betegségnek. Plusz maga a gyógyszerfüggés is egy szorongást okoz, még erősebb álmatlanságot, elkerül pszichiáterhez, akkor jönnek a pszichiátriai szerek, hangulatjavítók, antidepresszánsok. Nagyon könnyű félrediagnosztizálni, tehát hogy egy kialvatlan ember az nagyon hasonlít egy depressziós emberre. Illetve hát nagyon nehéz ezt szétválasztani tulajdonképpen. Azt a kialvatlansági kérdést is beszéljük meg, mert szerintem az emberek, vagy legalábbis én a saját környezetemben ezt elmondhatom, 90%-a ezt bagatelizálja, ezt az alvás problémát. Persze előbb-utóbb rájön arra, amikor a egy egység munka végrehajtása az két egység, meg három, meg négy egység energia, mert elfogynak egyszerűen tartalékai. Nem tudja magát kipihenni, ingerültebb lesz, kommunikációs zavarok, pszichoszomatikus tünetei lesznek, ami után persze megjelennek akár valódi betegség tünetek is. Úgyhogy alapvetően ez egy komoly dolog valójában, és tényleg az, hogy a tartalékaink elfogyása kapcsán az ember egy nagyon-nagyon komoly krízis helyzetbe került, a munkahelyen, hát nem tud teljesíteni, és akkor mondja, hogy mi van, mert nem megy. Ma rosszul aludtam. Még inkább spannolja magát, és akkor beveszi este a Voldemortot, és akkor gyakorlatilag alszik vele 6 órát. És akkor azt mondja, hú, ez tulajdonképpen jó volt. Hát akkor holnap is beveszem. Igen, és utána még 3 órát kába, még fölébred hát reggel, nem? Ma már azért nem feltétlenül vannak olyan gyógyszerek, már Voldemort már tudja a végét. Voldemort már egy picit jobban kiszámolható, de azért vannak még ott a régió bevált szerek között, amikor még reggelizé volt ilyen teljesen komatózus. A felhételő függőknek például nagyon gyakran van alvás problémája, főleg a kezdeti időszakban, amikor a szervezet megpróbál a normális működésre visszaállni. És én nem nagyon támogatom ilyenkor a gyógyszeres megoldásokat, hiszen csökkenti a szervezet megküzdési képességét. Abszolút. Beszéljünk egy picit arról, hogy mit nevezünk már valódi alvás problémának. Ez definiálható? Valahol tudunk egy határt szabni? Most még nem alszom jól, most egy olyan szakaszom van, hogy épp nem alszom. Kicsit sokat ettem este, mondjam még, hogy fölizgattam magam egy filmen, nem tudom, tehát mindig van egy érv, amivel már bele is csúsztunk 7 napba egy hétből. Igen, tulajdonképpen, hogyha 3 héten át fennáll és heti 3-szor rosszul alszunk, az már alvászavarnak számít. De igazából egy szubjektív megítélés, tehát hogy mennyire vagyok kipihent az éjszaka után, hogy azt érzem, tehát hogy nem kell hozzá semmilyen műszer, hogy valami ezt megállapítsuk, mindenki tudja, ha s**ul alszik, érzi. Tehát ez egy olyan életminőség romlást eredményez, hogy azt érezzük. Miért alakult ki bennünk ez a teljes elutasítás a gyógyszerekkel, vagy a mértéktelen fogyasztás? Tehát hogy miért van ez a látványos mérleg két nyelve? Mit gondoltok? Azért, mert segít a gyógyszer, és a gyógyszer, ha megoldja, akkor ettől a pillanattól kezdve nekem már nem is kell ez ügyben dolgoznom, és akkor holnap is meg fogja oldani, holnap után is tolerancia, dózisemelés, és tök egyszerűvé válik a dolog, mert nekem semmit nem kellett letemni az asztalra, mert a gyógyszer megoldotta. Így van, ez a tanult tehetetlenség jelensége, hogy úgy változzak, hogy nekem ne legyen dolgom vele. Így van. Erről beszél a Gábor, és hogy ez nagyon sok függőnek az elvárása, például az első találkozáskor, hogy gyógyítsuk meg, de neki ne legyen dolga vele. És most már elmentem egy orvoshoz, hogy csináljon velem valamit, így van, ugye? Így van. Tehát ezt mondjuk. A rossz hír az, hogy én abban tudom például segíteni, hogy ő csináljon saját magával valamit, és ehhez nem kell gyógyszer általában. Jó, az egyik az akaraterő, értem. De ugyanakkor nézem ezeket a felméréseket, és azt látom, hogy azért Nyugat-Európában, csak a gyógyszerfogyasztásra visszatérve, sokkal inkább favorizálják a természetes szereket, mint a gyógyszereket.
mi ehhez képest viszonylag gyorsan nyúlunk gyógyszerhez egy bizonyos része a társadalomnak, a másik meg, ha baja van, se. A másik részével találkozom én, aki attól kétségbe van esve, hogy 0-25-öt szed. Aha. Mert hogy arról sem könnyű lejönni. Tehát, hogyha szeretném megőrizni a munkámat, a frissességemet, meg azt, hogy ne szorongjak attól, hogy mi lesz éjszaka velem, vagy napközben, hogy ne szorongjak attól, hogy szorongok, akkor milyen segítség van? Tehát, hogy nagyon sokan nem látják az utat, hogy hogyan oldom meg a szorongásomat, hogyan oldom meg az éjszakai alvást, az, hogy kipihent legyek. És egyszer rácsúsznak a gyógyszerre, és nem szeretik. Tehát, hogy egy csomó ember nem várja el az orvosoktól, hogy, sőt, haragszik rájuk, hogy ezt miért gyógyszerrel intézed el, amikor én azért jöttem, mert nem tudok aludni, nekem ne gyógyszert adjál, hanem old meg valahogyan, mondj valamit, lehet, csinálj valamit. Nincs. Az egy érdekes kérdés. De varázspálca van. Igen. Fontos. Például igen. Mondjuk a testmozgás, igen. A fizikai fáradtságnak az elérése. Persze ettől még a fejébe pörög a dolog, de én például, nekem nagyon sokat jelent a futás emiatt. Te este futsz? Én este futok, aha. Én reggel nem tudok futni. Ugye este elmegyek futni, az ember fut 10-15 kilométert, olyan lesz, mint egy varacskos disznó, hazamegy, lezuhanyozik, lezuttyan, és azt mondja, hú, ez barom. Igen. És így letisztul az embernek a napja, a fejébe, minden úgy helyre kerül, és már nézném este a meccset, és... Aha, és vége. És kész. Hányan mennek el valóban alvás problémával szakemberhez? Mert nekem ez egy kérdés, szerintem sokkal több az, akinek ilyen problémája van, mint aki már végleg elmegy. Ez és nem van. Látványos, ugye? Nem olyan látványos, mint az alkohol, vagy a gyógyszer. Hát... Nyilván annak is vannak fokozatai. Hát a teljesítmény romlás azért az látványos, és ugye ahogy a Gábor is mondta, hogy különböző szomatikus betegségek is kialakulhatnak, tehát cukorbetegség, magas vérnyomás, tehát hogy látványos, nem biztos, hogy egyértelműen látjuk, hogy ez attól van. Tehát, hogy a hatóralvás nem elég, és nem biztos, hogy látom, hogy mondjuk beszedtem egy inzulinrezisztenciát közben, vagy magas a vérnyomásom, és hogy ez attól van. Alvás problémája van altató? Ugye mit tud az ember elmondani? Rosszul alszom, hülye a főnököm, semmi gond, fölírok önnek egy könnyű altatót. De ezt akkor... akartam mondani, hogy nem biztos, hogy az orvosokat kell vegzálni, tehát 10 perc alatt én se tudom megoldani senki alvás problémáját. Ameddig ennyi idő jut egy betegre, addig nem nagyon marad más, mint az, hogy beszéljünk róla. Az, hogy legyenek olyan bátor emberek, akik ezt felvállalják, és akik eljönnek, és utána pedig valamit tegyenek önök is magukért, de nyilvánvalóan mi ezt megpróbáljuk támogatni, de hát ehhez mi kevesek leszünk, úgyhogy együtt csináljuk, jó? Viszontlátásra találkozunk minden este. Két héten keresztül úgy aludtam el esténként, hogy potyogtak a könnyeim, mert néztem a kislányomat, néztem a kisfiamat mellette, és azt éreztem, hogy valami gyönyörű és földön túli dolgot elloptak tőlünk, és ezt soha semmivel nem fogják tudni kárpótolni. A finn nyelv, az volt számomra eddig a legnagyobb kihívás. A finn? Igen. Az mitől nehéz? Eleve ők minden külföldi szóra sajátot alkottak. Ott nincsen telefon, hanem puhelin, nincsen televízió, hanem telkari. De még a hónapok neve is teljesen eltér. Más. Olyan, mintha újra megtanulnánk magyarul. Jakub Csek Plusz. Este 8:30-kor. Csak itt nálunk az ATV-n.